A hazai edzőpáros egy fordulóval korábban Törökszentmiklóson győzelemmel ünnepelte azt, hogy 100. alkalommal irányította bajnoki meccsen a Sényűt. A hidas németi ellen is a 3 pont megszerzése volt a házigazda célja, és negyed óra után Kapacina Valér 11-esből szerzett góljával előnybe is került a vendéglátó. A támadó a szünet előtt megduplázta csapata előnyét, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A második játékrészben is a Sényű irányított, Vámos pedig 10 perccel a meccs vége előtt megszerezte a 3. hazai gólt, beállítva a 3-0-ás végeredményt. Az eddigi fordulók alapján már bebizonyosodott az, hogy minden egyes pontért nagyon kőkeményen meg kell kínlódni. Hát úgy gondolom, hogy a mai meccsen, ha nem is kőkeményen, meg kellett érte kínlódni, de azért tenni kellett érte. A két gólt szerző Kapacina Valéri is arról beszélt, hogy a kötelezőnek vitt győzelmeket sem adják könnyen, mivel az esélytelenebb együttes általában jól megszerezett védelemmel lép pályára. Arra készültünk, hogy egy masszívan védekező csapattal találjuk majd magunkat szembe. Ezt meccs előtt is beszéltük, hogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb megszerezzük az első gólunkat, és akkor utána könnyebbé tehetjük a meccsünket. Azt mondom, hogy 2-0-nál volt az ellenfélben annyi, hogy a pontrugásaikból veszélyesek lehettek volna, szerettük minél jobban elkerülni. Hát Istennek a második fél időben rá tudtuk rúgni a 3. gólt, és ezzel lezárni a meccset. Ez a mai meccs se volt annyira könnyű, mint amennyire az eredmény tükrözi. Itt minden meccs más-más, mindenki ellen ugyanúgy kell készülni. Személy szerint a csapat jobban is szeret az élmezőnyben lévő csapatokkal játszani, azokra a meccsekre valahogy jobban fel tudunk pörögni. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba 2, Kisvárda 2, 1-2, Újpest 2, Jászberény 1-2, Hajdúszoboszló Tiszaújváros 0-3, Salgótarján Törökszentmiklós 1-1, Tája Putnok 1-2, Deac DVSC 2-3-0, Tiszafüred BKV előre 2-0, Füzesgyarmat DVTK 2-1-0 és Kazincbarcika Eger 3-1. A tabella élén a 40 pontos Kazincbarcika áll, megelőzve a 39 pontos BKV előrét. A 22 ponttal 9. Sényű vasárnap a szintén 22 ponttal 10. Putnokhoz látogat.